Sziasztok! Képzeljétek, új hobbim van, ugyanis a kísérletezés és a tudomány mellett nem árt egy új hobbi. Jégszobrászkodásba kezdtem, ugyanis a legutóbbi hobbim a sövénynyírás. Nyírok belőle egy kutyát. Nem gondoljátok komolyan, hogy ez nehézséget okoz nekem. De. Jaj. Hát, talán egy nagyon vékony, két lábon álló tacskónak még elmegy. Hát, nem ment túl jól. A jégszobrászkodás viszont sokkal jobban megy. Nézzétek! Éppen tudor kukacról formázok. Jaj, ne! Elolvadt! Kutatóbiás, miért süt a nap? A nap, Anasztázia, egy óriási tűzgömb. Nagyon erősen izzik, ezért melege és fényt is áraszt. A melegre bizonyíték, hogy hát, amint látjátok, megolvadnak tőle a dolgok. Azért változott pocsolyává jégtudorkukat, mert a tűző napon felejtettem. A fényére pedig az a bizonyíték, hogy nappal világos van. Este miért van sötét? Már is megmutatom, Márk. A Föld, amin élünk, folyamatosan mozog. Mi ebből nem érzünk semmit, pedig egyfolytában forog, és a nap körül is kering. A kísérlethez a kartondoboz már elkészítettem. Belül az egyik oldalán éjszaka lesz, a másikon pedig nappal. Van egy lyuk is a doboz egyik oldalán. Innen süt be majd a nap. Először is keresztül szúrok a hungarocell gömbön egy hurkapálcát. Utána pedig megfestem földnek kék és zöld festékkel. Bogábor! Szia! Magyarországra leszúrom magamat. Tudorkukac pedig átfúrta magát Amerikába. Éppen előadást tart a helyi tudós földi gilisztáknak a barangoló masináról. Azt hiszem, szeretne magának egy sajátot. A hurkapálcás földgömböt belehelyezem a doboz közepébe. A lyukba pedig beteszek egy zseblámpát. Ez lesz most a nap. Most pedig szeretnék kérni egy kis sötétet, padlás! Ez az új találmányom. Füttyentése sötétedő padlás. Na, de most lássuk a kísérletet. Este azért van sötét, Márk, mert a Föld folyamatosan forog. Így naponta egyszer megfordul a saját tengelye körül. Forgás közben mindig a Földnek azon a pontján van világos, amelyik éppen a nap felé néz. A másik felén sötét van, vagyis éjszaka. Láthatjátok, hogy amikor nálam nappal van, tudorkukacnál Amerikában éjszaka. Miért hullanak le ősszel a fa levelek? Szerintem Laura tudorkukac már visszaért a Föld másik feléről. Kérdezzük meg őt. Tudorkukac, itthon vagy? Hazaértél? Yes, I did. Mármint, hogy igen, megyek már is. Ja. Jaj. Szia, Tóbiás. Szia. Hosszú út volt. Persze, ha lenne egy saját barangoló masinám, nem kellett volna annyit fúrnom magam a földben. Cserébe nagyon kedvesek voltak az amerikai földi giliszta kollégák. Very interesting ideas, dear crooked tutor. Please, eat some lovely rotten leaves. Thank you, my friend. Csak kipukkadok. Teletömtem magam rohadt levelekkel. Mi járatban? Ja igen, Laurával arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért hullanak le ősszel a falevelek. Jaj, falevél! Még egy falat és végem. De a tudomány érdekében bármit. Azért hullatják le a leveleiket a fák ősszel, mert már nincs rájuk szükségük. A levelek feladata ugyanis, hogy táplálékot állítsanak elő a fa számára. Ehhez szükségük van vízre, amelyet a földből szereznek meg. A gyökerek felszippantják, keresztül megy az ágakon, egészen a levelekig. A víz mellett napfény és a levegőben lévő széndioxid is kell.
Ezekből állítják elő a fa ebédjét. Ez a fotoszintézis. Ám a levelekben lévő értékes víz a téli hideg hatására megfagyna. Ezért mielőtt beköszöntenek a fagyok, a fa lehullajtja a leveleit. De ha a fákon nincs levél, hogy képes magának táplálékot előállítani? Nagyon jó kérdés, Tóbiás. Sehogy. De nem is lesz éhes. Ilyenkor pihennek a fák. Olyan, mint a téli álmot aludnának, mint a medvék. Mi, földi giliszták pedig nagyon örülünk a sok finom, lehullott levélnek. Jaj! Na! Kivéve most, mert degeszrettem magam. Ha lenne egy saját barangoló masinám, visszautaznék az időben, és azt az utolsó harapást már kiadnám. Jól van, Tudor kukac, értem a célzást. Nem is rossz ötlet. Megvan az új hobbim! Megcsinálom a barangoló masinát neked piciben! Thank you, vagyis köszönöm! Jaj. Ne haragudj, de hív a kötelesség! Szia! Miért vagyunk libabőrösek, ha fázunk? Remek kérdés, Réka! Ha már Tudor kukac annyit emlegette a barangoló masinát, használom is! Beprogramozom a barangoló masinát, hogy legyek pici, és vigyen el a szőrszálaim közé. Indulás! Na, gyerünk! Emelkedj már fel! Szerencsére a bőrünkben minden egyes szőrszál mellett van egy izom, ami fel tudja emelni a szőrt, ha fázunk. Ezt nevezzük libabőrnek. Hasznos, mert melegen tart bennünket. Ettől a sok felemelt szőrtől nagyobb lesz a távolság a bőrünk és a hideg levegő között. Afféle rögtönzött bundánk lesz. Persze, hogyha fáztok, inkább vegyetek fel egy pulcsit. Jaj! Eszembe jutott még egy hobbi, aranyhalhorgászat. Így majd kívánhatok egy csomót, például Tudor kukacnak egy apró kukucskálót a masina mellé. Úgyis szép idő van, pont megfelelő egy kis horgászatra. Honnan tudják előre, hogy milyen lesz az idő? Remek kérdés, Luizi. Nekem se ártott volna megnézni az időjárás előrejelzést. Akkor nem változtam volna egy két lábon járó hóemberré. Az, hogy milyen lesz az időjárás, a meteorológusok derítik ki nekünk. Mindenféle szupermenő high-tech cuccaik vannak. Nézzétek csak! Ez a sok színes paca a radarkép. A különböző színek azt mutatják, hogy hol esik az eső és mennyire. A zöld szín kis esőt jelent, a sárga közepeset, a piros pedig azt, hogy ott nagyon szakad. Azt is lehet látni a radaron, hogy merről fúj a szél és merre mennek az esőfelhők. A műholdképeken az űrből látják a meteorológusok a Földet, vagyis fentről nézhetik a felhők mozgását. Nem csak azt látják, hogy merre mennek, hanem azt is, hogy milyen gyorsan. Az időjárás persze néha nagyon hirtelen megváltozhat, ezért még a szakemberek sem tudnak mindent 100%-osan előre megjósolni. Na, most viszont ideje, hogy összeszereljem Tudor kukac barangoló masináját. Kész. Megmutatom Tudor kukacnak a saját külön bejáratú barangoló masináját. Ti pedig küldjetek nekem kérdéseket a derítsükkikukac@mtva.hu e-mail címre, mert még mindig akad kideríteni való. Azt a saját barangoló masina! Köszönöm, Tóbiás! Indulás! De vajon hová megy?